Szombat délután muzsikaszótól volt hangos a sétáló utca, ahol komoly zenei dallamok csalogatták a Kékmadár Fesztiválra a kalocsaiakat. Városunkban a nagy hagyományokkal bíró több napos rendezvény tavaly a világjárvány miatt csak online került megrendezésre. Idén viszont végre, igaz csak egy estén, de újból a személyes találkozás varázsa mellett kiváló élményt nyújtott a közönsége számára. Lakatos Györggyel még a kezdés előtt tudtunk pár szót váltani. Remek műsor van, klasszikus zene, jazz, színház, romantikus zene, világ sztár előadókkal. A hangtechnika beállt, mindenhol az rendben van, most már csak egy kis utolsó üdítő, vagy frissítő, átöltözés, és szerintem egy 20 perc múlva, 25 perc múlva kezdünk. Szép számban gyűlt össze a közönség a színházban este 6 órára. A fesztivál az Anima Music, a kamarazenekar Vivaldi G-dur fagott versenyével vette kezdetét, Lakatos György közreműködésével. A darab után a fesztivál főszervezője köszöntötte a 29. Kékmadár Fesztivál közönségét. Szóval hihetetlen. Gondolom magunknak is jó, hogyha, vagy nektek is, hogyha végre itt a színpadon látok muzsikusokat, és nem azon a csodálatos billentyűzeten kell megkeresni őket, aminek egyébként rengeteg előnye van. De hogy végre élő közönség, jelenlévő közönség. Elnézést, ezt most nem gondoltam át. Szóval jelenlévő közönség előtt játszunk. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttek. Ezt követően Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művész érzelmekkel teli Bach darabbal kedveskedett a résztvevőknek. Sebastian Bach már azért született, hogy ő nekünk megírhassa ezt a művet a 17. század vége felé, vagy talán a 18. század elején. Minden esetre játszani ezt a művet olyan, mint hogyha feleségemmel játszom ugyanis, mint hogyha tényleg egy ilyen a szerelmi vallomásoknak a minden bugyrát megjárja ez a versenymű, mert tényleg öröm, bánat és katarzis, de csend, minden megtalálható benne. A fesztivál 29 évvel ezelőtt azzal a céllal szerveződött, hogy a jegyvásárlásból támogassa a helyi beteg gyermekek gyógyulását, így a fellépő művészek évtizedek óta ingyen lépnek fel a jótékonysági rendezvényen, ezzel is hozzájárulva a sikerhez. Mindig nagyon fontos az a lehetőség, amivel mi tudunk segíteni, és ez a zene nyelvén szól. Mellesleg most például ebben a covidos időben éreztük, hogy minden embernek milyen nagy szüksége volt erre a lelki segítségre, és az, hogy itt ilyen egyértelműen tudunk segíteni, az meg pláne nagy öröm, hogy azzal, amivel mi, ami a mi hivatásunk, és ami elhivatottságunk, és a szenvedélyünk, hogyha azzal egyszerre segíteni tudunk, akkor szerintem mindenki csak nyerni tud. Az esti műsorból nem maradhatott el Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós színpadi előadása Őrkény és Eszterházi írásaiból. A kiváló művészek már tavaly is részesei voltak az akkori online rendezvénynek, és mostanra egy igazi különlegességet ígértek. Gábor állította össze, ugye nyilván ő ismeri az egyperceseket is, én átküldtem neki azt a listát, amiből mi dolgozunk, amikivel is összeállította ezt az estet, tehát őt kell majd dicsérni, szidni nem lesz miért, nagyon jó szövegek. A több órás műsor részese volt még egy másik művész házaspár, Simon Izabella és Várjon Dénes is, akik zongorajátékukkal repítették a mesék világába a fesztivál közönségét.
Az estét Oláh Kálmán muzsikája zárta. Az idei Kékmadár Fesztivál szintén hatalmas sikerrel ért véget.